Az egykori budai külváros, azaz a Civitas Exterior stratégiailag fontos terület volt, hiszen a legfontosabb kereskedelmi útvonalak haladtak át ezen a külvároson a középkorban. Régészeti szempontból ez idáig szinte fehér foltnak számított a terület. Siklósi Gyula kizárólag csak a Királykút tájékán talált néhány falszakaszt, de ennél részletesebb leírás nem adott. És arról vannak még forrásaink, hogy néhány kőfaragvány származott erről a területről, tehát konkrétan épített örökségi elem erről a külvárosról nem maradt fenn, mondom, ez idáig. Ugyanis egyértelműen bebizonyosodott a keltező értékű rétegeknek köszönhetően, hogy késő középkori lakóházakkal van dolgunk. A városgondnokság az iskola udvarán végzett építési munkálatokat, amikor a markoló falszakaszba ütközött. Ekkor értesítették a Szent István Király Múzeumot, majd megkezdődhetett a mentő feltárás, aminek köszönhetően előkerült a szenzációs lelet. Ez az első épített örökségi elem az egykori budai külvárosból. Azért fontos, ahol itt állunk, és lehetőségünk nyílt egy mentőfeltárás keretében munkálatokat végezni, mert egy összefüggő első ismert épített örökségi elemről van szó, amelyek valószínűleg késő középkori, illetve koraújkori házakhoz, polgári házakhoz kapcsolhatóak. Ezek igen masszív tört kőfalakról van szó, amelyeket egészen a 2,3 méterig alapozták le, tehát masszív építményekkel kell számolnunk. Most megindulhat az előkerült leletanyag feldolgozása, az ásatási dokumentáció értelmezése, amit talajradaros vizsgálat követhet. Ahhoz, hogy mi is több adathoz, információhoz jussunk, szükség van természetesen a területnek még a további kutatására. Ezt már roncsolásmentes módon szeretnénk megtenni, hogy ne kelljen felbontani ugye az udvart, és talajradaros vizsgálatot szeretnénk a területen végezni. Ez megmutathatja az épületek alaprajzát, kirajzolódnak az utca szerkezetek, és egy tágabb környezetét is megismerhetjük ezeknek az épületeknek. Ez azért egy nagy kiterjedést mutat már, hiszen azért a Rákóczi iskola udvara nyilván nem a mai város mérethez nézve, hanem a történelmi belvároshoz nézve, azért már annak a külső szakasza, és azért egy negyed órára van ettől a bizonyos belvárostól, a főtértől gyalogosan, tehát itt azért már a kiterjedés folyamatosan nő, hogy mekkora is volt valójában a középkorban Székesfehérvár. Biztos, hogy jelentős méretű város, nem csak a kor Magyar Királyságában, hanem a Európa egészen vonatkozásában is. A második Rákóczi Ferenc általános iskola és a Szent István Király Múzeum pedig már tervezi az együttműködés további elemeit, így ősszel interaktív, rendhagyó történelem órákon ismerkedhetnek majd a diákok az itt talált leletek jelentőségével és a középkori Székesfehérvár történelmével.